Az év első három hónapjában technikai recesszióba csúszott az eurozóna, miután két egymás követő negyedévben is gazdasági visszaesést mutatott. A végleges adatok szerint mindkét negyedévben 0,1%-kal csökkent az eurozóna GDP-je. A német gazdaság súlyát, amely a korábbi előrejelzés korrekciója után 0,3%-os visszaesés regisztrált, az egész zóna gazdasága megérezte. Az eurozónát keményen sújtják az ukrajnai háború következményei, amelyek felhajtották az élelmiszer és üzemanyagárakat, valamint visszafogták a háztartások kiadásait. Az állami kiadások és beruházások növekedése nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a magánfogyasztás csökkenését. Brüsszel óvaintett a pánik hangulattól és kiemelte a gazdaság rugalmasságát, amely továbbra is munkahelyeket teremt, és emlékeztetett arra, hogy az EU egésze az első negyedévben elért 0,1%-os növekedéssel elkerülte a technikai recessziót. A növekedés érén Spanyolország és Olaszország áll. Az Európai Bizottság bejelentett, hogy felülvizsgálja a 2023-ra vonatkozó 0,1%-os növekedési előrejelzését.